Dobosi Aukciós Ház kifejezetten kortárs művészetre specializálódott. Magyar kortárs művészettel foglalkozunk, ezt mi egyébként a 60-as évektől egészen mostanáig definiáljuk. Nálunk olyan dolgokat lehet megvenni, ami egyébként már régóta nem kapható. Ez a legizgalmasabb benne, és ugye kortárs művészetről beszélünk, a művészek alkotnak, galériák képviselik őket, és az aktuális, friss dolgokat ott mindig meg lehet vásárolni. Azonban, amikor valaki elkezd valójában gyűjteni, érdekli egy korszak, egy adott művész, vagy bármilyen tematika, akkor ugye logikusan a galériákban már vannak olyan műtárgyak, korszakok, amik mondjuk nem hozzáférhetőek egyáltalán. Ilyenkor jönnek képbe az aukciók, ahol olyan dolgok bukkannak föl és kerülnek újra a piacra, amire más módon nem lenne lehetősége a vásárlóknak, hogy megszerezzék. Senki többet, önnél jobbra 160 ezer forint, 73-as tárcsa, harmadszor. Magyarországon a szezonok egy kicsit másképp alakulnak, mint a nemzetközi piacon, ez egy kisebb piac is, úgyhogy itt május, október, december az, ami rögzült az embereknek, és szinte mindenki ekkor tart árveréseket, így mi is. Májusi aukciónk még a megszokott menetben zajlott, azonban már előtte is készültünk valami nagyon nagy dobásra, illetve az az igazság, hogy ez a gondolat ott volt bennünk már az alapítástól kezdődően. Amikor a Dávid először felvetette, hogy akkor mi lenne, hogyha a következő aukciónkat Londonba csinálnánk, és én teljesen bestresszeltem, hogy Jézusom, hát csak most kezdtük el itt együtt, most London az egy hatalmas feladat és nagyon nagy felelősség. Azt is elárulhatom amúgy, hogy ez a londoni aukció, hogyha rajta múlik, akkor már jóval hamarabb létrejött volna. Hiába van most a tökéletes idő ehhez, de én már nagyjából egy éve nyúzom a nólit, hogy csináljuk. A Dávid gyakorlatilag egy éve mondja, hogy de mi meg tudjuk csinálni. Most éreztük azt, hogy itt van az ideje annak, hogy merjünk belevágni és megcsináljuk, és ezért most októberben a szokásos kortárs árverésünket szokatlan módon Londonban fogjuk tartani. Valójában azt hiszem, csak most reggel kezdtem el felfogni, hogy ez tényleg megtörténik. Tegnap már pakoltuk a képeket, leszettük a budapesti kiállítást, akkor még valahogy úgy nem realizálódott bennem, de amikor ma beültünk a taxival, meg ideértünk a repülőtérre, most ez most válik valósággá, és egy kicsit azért ijesztőbe vallom. Köszönjük szépen! Viszlát! Nyugodt egyáltalán nem vagyok, ez kicsit szokatlan is. Úgyhogy talán minimálisan saját magamtól zavarba jöttem, de egy kicsit most már betoltam. Tehát az az igazság, hogy ez tényleg megcsináljuk, ez megtörténik, és valahogy azt érzem, hogy óriási a felelősség rajtunk. Hiszek a bátyámnak abba, hogy ezt mi meg tudjuk csinálni.